következő percekben egy most zajló programsorozatról fogunk beszélgetni, a Get Online Week-ről. Köszöntöm a stúdióban Hangodi Henriettet és Vajda Árpádot, az Alapítvány a Közösségi Hálózatok képviseletében. Mi ez a program, aki még esetleg nem hallott volna az egyébként február 20-a óta zajló rendezvényről? A Get Online Week, mint a neve is mondja, megpróbálja ráirányítani a figyelmet arra, hogy az internet milyen lehetőségeket ad a digitális világ az embereknek. Abból indult ki a rendezvény, hogy az Európai Unióban is van egy olyan 20%-os arány, akik nem vesznek részt, tehát digitális világon, a digitális világ előnyeiből nem részesülő állampolgárok. Magyarországon is megvan ez az arány, és nyilván, hogy minél több embert bevonjanak. A másik oldalról pedig ugye azt mondjuk, hogy az internet már mindenhova megérkezett, ugyanakkor a digitális kompetenciáknak a széleskörű hozzáférése az még mindig nem elégséges, tehát nagyon sok ilyen hiányoznak a digitális kompetenciák. Ez egyébként okoz munkaerőpiaci problémákat is, tehát nagyon sok olyan digitális világban elérhető állás van, amit azért nem tudnak betölteni a fiatalok, a felnőtt emberek, mert hogy a kompetenciáik nem elégségesek. És ezekre szeretnénk ezzel a rendezvénnyel felhívni a figyelmet. Minden évben ez március utolsó hetében valósul meg, ebben az évben ez március 23-tól, de hát a rendezvények azok már korábban elkezdődtek. Kik azok, akik kimaradnak a digitális világból, tehát milyen csoport? Ennek elsősorban van egy olyan oka, akik anyagilag nem férnek hozzá, tehát még mindig nem tudják elérni azokat az eszközöket, amik biztosítják számukra az internetet. Az idősebb korosztályban vannak ilyenek, még a fiatal korosztályban is találunk. De én azt gondolom, hogy itt a nagyobb hangsúly az azon van, hogy nem szabad tehát az internet elérés már mindenhol sok helyen megoldott. De azt nem szabad elfelejteni, hogy a digitális kompetenciáknak annyira felértékelődött a világa, és annyira sokrétűek lettek, hogy a munkaerőpiacon nagyon komoly elvárások vannak. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy fiatal eléri az internetet, tudja használni a Facebookot mondjuk, az nem azt jelenti, hogy a munkaerőpiacon ezzel meg tudja állni a helyét. Tehát akkor ez gyakorlatilag egy tanfolyam sorozat? Nem, tulajdonképpen egy előadássorozatot fogunk lebonyolítani, illetve hát ugye a szervezetünk egy előadássorozatot szervezett a kampány keretében, ahol próbáltuk úgy összeválogatni az előadásokat és az előadókat, hogy minél inkább szolgálják ennek a hétnek a céljait. Többek között olyan témákat ismerhetnek meg az ide ellátogatók, mint távügyintézés, okostelefonok, Telecenter Multimédia Akadémia, vagy éppen milyen online marketing kommunikációs eszközök érhetőek el, vagy akár arról is hallhatnak, hogy milyen atipikus női foglalkozások vannak, és azok hogyan segíthetőek az IKT eszközökkel, és még sorolhatnám, hogy milyen témákban lesznek előadások. Illetve a másik főpontja a kampányunknak az okostelefonos képzés. A Délalföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének egy ilyen képzése is megrendezése fog kerülni, ahol elsősorban gazdákat várunk, de igazából minden érdeklődőt, akinek van saját okostelefonja vagy tabletje, és szeretné minél inkább megtanulni, hogyan lehet annak az alkalmazásait használni, hogyan tud annak segítségével olcsón, hatékonyan és biztonságosan kommunikálni. Kiket várnak? Tehát ki a célcsoport? Tehát inkább a fiatalok, akiket fejleszteni kell, vagy az idősebbek, akiket alapdolgokra tanítani esetleg? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Mi szervezetünk az ugye a teleházakat, a magyarországi teleházakat fogja össze az Alapítvány a Közösségi Hálózatokért. Európában egyébként ennek a Henny által is említett Telecenter Europe-nak, aki a gazdája ennek a programnak Magyarországról, mi vagyunk a szervezeti képviselője, és ezzel a 250 körüli teleházzal mi elég komoly hálózatot is képviselünk ebben az európai rendszerben. És ez egy nagyon fontos kérdés, hogy a tanulásnak megváltoztak a szinterei és a módszerei, és már nehéz azt mondani, hogy egy-egy témakör, például az okostelefon csak egy fiatalt vagy csak egy időst érintett. Van olyan, hogy valakinek androidos telefonja van, szóljon, hogyha valaki nem érezte már ezt, hogy látja, hogy okos a telefonja, sok mindent tudna segíteni, ugyanakkor mégis megőrül tőle, hogy nem tudja jól használni, nem tudja azokat a gyors kombinációkat benne, és ezeken a képzéseinken elég vegyes a társaság, tehát tényleg valóban azok, akiket a szakmája, munkája miatt érdekel, egész attól kezdve, akik pedig szabad idejükben szeretnének szélesebb rátekintést, vagy csak tovább tanulási lehetőséget, maguk fejlesztését szeretnék. Van ennek valami visszamérése, hogy mi az eredménye ennek a programsorozatnak?
Így van egy központi rövid kis kérdőív, ami tényleg csak a résztvételt próbálja regisztrálni, de hát ugye ebből is lemérhető, hogy milyen volt a látogatottsága az egyes rendezvényeknek nemzeti, illetve ugye nemzetközi szinten is. Meg hát nyilvánvalóan, hogyha mi szeretnénk még további információkat megtudni, akkor saját, és fogunk is saját kérdőívet készíteni, hogy megtudjuk, hogy mennyire voltak sikeresek ezek az előadások. Akinek most keltettük fel az érdeklődését, hol találja meg ezt a programsorozatot? A programjaink az Agórába kerülnek megrendezésre, nagyon jó az együttműködésünk az Agórával, illetve hát folyamatosan nyomon követhetik a honlapon a www.teleház-dél-alföld.hu oldalon. És a Facebook oldalunkon is. És a Facebookon, persze. Köszönöm szépen. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. Thank you.